Karácsonyi üzenet a regnáló, halálosztó hatalmaskodóknak. 21. század, 2011. december 15. Magyarország az 1944-es katonai megszállás óta a szellemi és fizikai megszállottság állapotában létezett, melyből már ébredez. A kikényszerített köztársasági államforma mára ugyan véget ért, de romboló hatása gazdasági és morális nemzeti katasztrófát okozott. Magyar emberek százai fagynak meg az utcán, vagy az otthonukban. Magyar emberek, gyerekek tízezrei éheznek. A mai és az előző kormányok a magyar népen államilag támogatott népirtást hajtanak végre, amiért elítélhetőek a büntető törvénykönyv 155-ös paragrafusa alapján. Az a kormány és parlament, akik hatalomra kerülve a nemzet érdekeinek képviselete helyett adóssággal, nyomorral terheli azt, az nem népképviselet. A nép ellen hoznak döntéseket, melyekkel kifosztják és halálba küldik azokat, akik megbízták önöket. A hatályos alkotmányunkra fittyet hányva veszik el az emberek alapvető jogait. A jogbiztonsághoz, az emberi méltósághoz és az emberi élethez való jogainkat tiporják sárba nap, mint nap. Teszik ezt azért, hogy önök páváskodva mutogathassák, milyen jól élnek. A nép éhezik és fázik. Érdekli ez önöket? A válasz nem. Betegé tesznek egy társadalmat csak azért, hogy a bankok és a gyógyszergyártó cégek gazdagodjanak. A nemzet önfenntartását, a gyermekáldást minden eszközzel akadályozzák. Egy állam, ahol az a cél, hogy minél több beteg ember legyen, ahol ne legyen gyermek, ne legyen nyugdíjas, aki nem termel, mert nincs szüksége rájuk, csak addig, míg pénzforrást jelentenek. Ha nem beteg, akkor legyen kölcsöne. És ha az sincs, akkor majd kiszámláznak kifizethetetlen közüzemi számlákat. Azután jöhet a végrehajtó és a halál. Mi ez, ha nem népirtás? Gondolkozzanak el így a szeretet ünnepe előtt egy kicsivel, önök meddig bírnák ezt a terhet elviselni? Gondolnak-e azokra, akik nélkülöznek és fáznak? Azokra, akiket önök tettek nincs telenné, földön futóvá, éhező elesetté. Gondoljanak azokra, akiket azzal a felkiáltással raktak utcára, hogy idézem a miniszterelnököt, egyetlen magyar családot sem lehet utcára tenni. Mégis utcára kerültek. Gondoljanak azokra a gyermekekre, akiket megfosztottak a szerető család ölelésétől. Kilakoltatások, öngyilkosságok, éhező, nyomorgó, földönfutó, hajléktalan, nincstelen emberek milliói. Igen, tisztelt hatalmaskodók, magukat elitnek gondolók, 6 millió koldus országa lettünk. Szégyen a 21. században, de nem a nép szégyene. Csak annyiban, hogy elhitte az ígéreteket, és olyanokban bízott, aki a gyilkosa lett. Szemkilövő rendőrök, gyerekeket vegzáló gyilkosok, otthonokat bitorló hiénák, rablógyilkosok, akik a regnáló hatalom védelmét élvezik. Hiénák birodalma. Hiénák, akik élve falják fel áldozataikat. Igen, ez lett ebből az országból. Ahol nincs igazságszolgáltatás, csak korrupt jogszolgáltatás. Ahol a világon egyedülálló természeti kincseket pusztíthatják büntetlenül. Tudjuk, hogy bármelyik pártos kormány, vagy jelen parlamenti párt nem különb a másiknál. Legfeljebb más a színük és a nevük, de attól még egy kutyakölyke mind. Egy delegált parlament, amelyik nem az önvédelemről gondoskodik, hanem újabb háborús elkötelezettséggel a saját népének halálosztója. Gondolkozzon ezen el mindenki. Kívánom önöknek, hogy ezekben a napokban vegyék számba tetteiket, és éljék át a nyomorba döntött emberek, megalázott emberek szenvedését, minden pillanatát, melyel megajándékozták ezt a népet. Kívánom, hogy a szeretet ünnepén minden falat, melyet a szájukhoz emelnek, keserű, lenyelhetetlen falattá váljon mindannyiuknak. Kívánom, hogy a magyar nép minden átka teljesüljön önökön, Isten keze által. Hosszú szenvedésekkel teli életet kívánok önöknek a lelki felemelkedés útján, mert csak az igazság emel fel. A nemzet felébredt, Isten és az igazság
velünk van. Hiszen ha valaki egyszer elveszíti a munkahelyét, eladósodik, az könnyen bajba kerülhet, tudjuk ezt sajnos a gyakorlatból, mindenét elveszítheti. Ez történt egy budapesti családdal is, akik évekkel ezelőtt egy APEC tartozást szerettek volna banki hitellel rendezni. Rossz döntés volt, mert ráment az 50 millió forint értékű családi házuk. Emberek gyülekeznek egy budafoki ház bejáratánál. Segíteni jöttek az ország több részéről egy 5 gyermekes családanyának. Jelenlétükkel szeretnék megakadályozni azt, hogy a végrehajtó néhány perc múlva utcára tegye őket, és földön futóvá váljanak. Csak hogy akkor még senki nem sejtette, hogy a végrehajtó társaságában nem csak egy gyepmester, na meg egy lakatos jön, hanem egy egész hadsereg. Mi lesz most? Most jöttek kilakoltatni minket, tehát jönnek kilakoltatni, úgyhogy minden áldott nap itt voltak fenyegetni minket a végrehajtók, meg a tulajdon, meg az új tulajdonos idézője. Persze. És mondta, hogy a kutyáinkat lelövik, hozza a gyepmestert, a gyerekeimet meg elviszik a gyámhatósággal. Tehát ilyen fenyegetőzések. Aztán minket kiraknak abban a ruhában, be vagyunk, és az összes dolgunkat, ami itt maradt, azt felgyújtják. Azért jöttünk, mert a szervezet felkarolta az ilyen banki és egyéb maffiás visszaéléseket. Jelen pillanatban itt egy magánszemély ismeretlen körülmények között kivásárolta a bankból valahogyan, valami úton, módon a hitelt, a tartozást, és mindenféle bírósági és jogi következmény nélkül, bírósági végzés nélkül, az önálló bírósági végrehajtó helyettest felhasználva most kilakoltatást kezdeményeztek itt. Mielőtt megmutatnám önöknek, hogy mire volt elégséges a társadalmi összefogás, kicsit tekintsünk vissza a múltba. Ez a dédapám tulajdona volt ez a terület, és az édesapám is itt született. 1931-ben, tehát itt éltek. Aztán az apukám építette ezt a házat, meg az anyukám. Tauzin Krisztina körbevezetett a házban, amelynek szerint a jelenlegi piaci értéke jóval meghaladja az 50 millió forintot. 94 négyzetméter a ház lakófelülete, van benne szuterén, 1000 négyzetméteres udvar, egy kis ház, sőt még úszómedence is van itt. Ezt az egészet adta el fejük fölül tavaly a bank, mindössze 18 millióért egyetlen nap alatt. Felhalmozódott 1,5 millió forintnyi tartozás. És jött az APEC követelőzni, hogy visz mindent, amit csak tud, és így az anyukám segített azzal, hogy vettünk föl jelzálogot a házra. Hiába, ha nem tudta fizetni, hát most mit csinál, honnét? Hát nekem is 86 000 forint a nyugdíjam. Hát úgy tud, abból fizessük közösen a rezsit, ott vannak már minden dolgom, már csak ez az egy maradt meg, azt, mert a férjemtől kaptam ezt, minden az államban van, ott vannak a számlák, még is tudtuk fizetni. 96 000 forint a rezsi, mindenünk az államban van. 10 millió forintot vettünk föl, amiből 7,5 milliót kaptam meg, ugye, mert a kezelési költség, meg a mindenféle fajta ilyen-olyan banki dolgok, és broker cégen keresztül ment, tehát oda is 800 000 forintot le kellett fizetni, hogy ők segítettek nekem. Krisztina kifizette az adóhatóságot, a részletre vásárolt családi autó hátramaradt banki tartozását egyben átutalta, kicsit újítottak a házon, és a 7,5 millió forint elfogyott. A banki hitelt, ami már akkor is közel 10 millióra rúgott, valakinek törleszteni kellett, és akkor Krisztina váratlanul munkanélkül maradt. 2006-ban ugye várandós lettem az ikerbabáimmal, és amikor megtudta a tulajdonos, az üzlet tulajdonos, hogy nekem babáim lesznek, azonnal kirúgott. Mert? Hát mert, hogy nem mondtam meg, hogy lesznek babáim. A család miután már nem tudta fizetni a banki hiteleket, végrehajtók jelentek meg a Csöngő utcai ház kapujában. És az igazi kálvária csak akkor kezdődött.
15 milliót kellett felvenni másodszor, hogy ki tudjuk fizetni őket. Tehát az előző banknak a tartozását és a végrehajtót. Krisztinának már 15 milliót és 25 év alatt kellett volna visszafizetnie, aminek a havi törlesztője már 200.000 forint fölé emelkedett. Ezt sem tudta törleszteni. Tavaly március óta nem tudtuk fizetni, és hiába kértem a Hanva banktól segítséget, hogy valami könnyítést, vagy halasztást, vagy bármit, mereven elutasították. Nagyon el vagyok keseredve. Férjem is itt született, és itt is halt meg, itt is volt a házban, a temetben. A helyszíne érkezett országgyűlési képviselők már majdnem megegyeztek az új tulajdonosa abban, hogy októberig békén hagyja a családot, amikor a kerületi rendőrkapitány úgy döntött, hogy pontot tesz a dolog végére. És a helyszíne vezényelt egy hadseregnyi rohamrendőrt. A család barátai egy darabig próbáltak ellenállni, ahogy tudtak. Például vízzel fröcskölték a lakatost, majd belülről behegeztették a kiskaput. De végül mégis a nyers erő győzött, a rendőrök betörtek az udvarra, majd a házba, ahonnan legalábbis Krisztina elmondása alapján szó szerint az utcára lögdösték a családot. A gyermekeket a gyámhatóság, a kutyákat a sintér elől menekítették egy közeli erdőbe a barátok. Krisztina 78 éves édesanyja pedig agyvérzést kapott. Jelenleg egy budapesti kórház intenzív osztályán kezelik. Szerintem a jobb idők már van. Nagyon szépen megkérdezem. Én szépen megkérdezem. Volt jó, hogy